A Kuala Lumpurból Pekingbe tartó járattal hajnali 1 óra 7 perckor még kommunikáltak. Semmi sem utalta arra, hogy bármi gond lenne a fedélzeten. A gép vészjelzés leadása nélkül tűnt el a radar képernyőjéről. A tájöböl 400-500 kilométer széles, így hatalmas területet jelent a keresésre kijelölt körzet. Ezt már többször is kibővítették. 12 ország összefogásával több mint 30 hajó, 40 repülőgép és több száz ember kutat az eltűnt 777-es Boeing, a 227 utas és a 12 főnyi személyzet után. A kutatás megkezdésekor valószínűsítették, hogy a gép roncsai a Maláj-öbölben vannak, megközelítőleg az előrelátott útvonal közelében. A 300 tonnás gép egyetlen darabját sem találták a megadott körzetben. A területet folyamatosan bővítve egyre több résztvevő keresi az esetleges nyomokat. A hét folyamán a vietnámi katonaság egy légifotón üzemanyagfoltokat vélt felfedezni, amely szennyeződés akár a gép 170 ezer literes üzemanyag tartályaiból is származhat, de megerősíteni nem tudták. A keresést immár kibővítették az Indiai óceán keleti medencéjére is, egyelőre azonban semmit sem találtak. A helyzetet tovább bonyolítja a tény, hogy két utas, egy olasz és egy osztrák állampolgár, az utaslista szerint a gépen voltak, holott útleveleiket 2 éve lopták el Tájföldön. Ennek ellenére egyenlőre kizárták a terrorista cselekményt. A maláj miniszterelnök kijelentette, szándékosan fordították vissza a maláj légitársaság eltűnt repülőgépét, és átrepülve Malajzia felett módosították az útvonalát feltételezhetően nyugati irányba. A gép kommunikációs rendszerét kikapcsolták. A sok feltételezés és következtetés közepette az egyetlen tény, hogy továbbra sincs semmi nyoma a gépnek, valamint a 239 eltűnt embernek.